Egyszer csak anyu hasa elkezdett nőni. De nem a sok evéstől. A hasában egy aranyos kisbaba kezdett alakot ölteni. Néha-néha anyu furcsa mocoltást érzett a hasában. A baba felébred és nyújtózkodik. És néha még rugtalózik is. Anyu hétről hétre egyre fáradtabb lett. Így apa is segített a ház körüli teendőkben. Egy nap anyunak fájdalmai voltak a hasában és a hátában. Gyakorlatilag mindene fájt. Apu bevitte a kórházba. A kisbaba bármelyik pillanatban megszülethet. A nővér gyorsan bevitte anyut a szülészetre, ott az orvos készen állt, hogy a világra segítse a kisbabát. Anyu izgul, és mindene sajog. De a doktor megnyugtatta, és mondta neki, hogy nyomjon. Pár percen belül hallani lehetett egy éles, síró hangot, ami áthatolt az egész szobán. Megszületett a kisbaba. Bebugyolálta a kisbabát, és átadta anyunak. Apu kint van a váróban. Most a boldog szülők hazamennek az újszülött gyermekükkel. Baba cápa. Anya cápa. Apa cápa. Apa cápa. Apa cápa. Nagy cápa. Nagy cápa. Papa tapa. Vadászunk. Nézd! Kis hal. Csillaghal. Delfin. Delfin. Baby cápa. Baby cápa. Anya cápa.
Apa cápa, nagyi cápa, nagyi cápa, nagyi cápa, nagyi cápa, papa cápa, papa cápa, papa cápa, papa cápa. Úszunk mind, úszunk mind, úszunk mind, úszunk mind. Táncoljunk, 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 táncoljunk. Vége van, vége van, vége van, vége van. Mossunk,